ilyet tudok, hogy... Egészségetekre, sziasztok, Fezen! És lehet kártyával fizetni! Az idei Fezen Fesztiválon sem számított semmi más, mint például az, hogy könnyen hozzá lehessen jutni a frissítőkhöz. Legyen jó a zene, vagy hogy itt legyenek a barátok, bár nagyon könnyen lehetett újakat is találni. Jó a hangulat, itt vagyok a barátaimmal, megnézzétek a kipámat! Aki ide belépett, az maximum azon gondolkodott, hogy melyik színpad felé vegye az irányt. Én voltam egy csomó fesztiválon, de ez a sátorhely, ez nem olyan jó, de a sátor alja, új hely, az zseniális. Már szombat délután be lehetett melegíteni a lábakat, hiszen a harman színpadon a Brains csapott fergeteges bulit. Már itt is látszott, a legkisebbektől kezdve a fiatalokon át az idősebbekig mindenki érzi és szereti is a ritmust. Bár a nap még le sem ment, a hangulat már a tetőfokára hágott. A fesztivál egyik legnagyobb sajátossága a szabadságélmény, ami miatt még a csücsörítős selfie sem volt ciki, sőt. Amíg a csapat egyik fele a Brainsen ugrált, a rokkosabb vonal kedvelői a Ródon csápoltak. Tapsból és sikításból a sátorban sem volt hiány, zenélt itt például a belga. De színpadra lépett itt Gangsta Zoli és a Kártel is. Tényleg igazi stílus kavalkád ez a fehérvári fesztivál, és bár minden nap telt házas volt, ez a fesztivál mégiscsak családias, hiszen a városban és annak környékén élők nem tudnak úgy végig sétálni itt, hogy ne találkozzanak rég nem látott ismerőssel, baráttal, akit ezen a helyen biztosan öleléssel üdvözölnek. Ha az ember az elmúlt napokban a közösségi média felületeket nézi, akkor az az érzés, hogy mindenki a Fezenen volt, van vagy jön, és azt hiszem, hogy ez adja valóban ennek az egésznek a különlegességét. Egy kicsit ezért talán más is, és más fesztiválok. Ha lehet ilyet fogalmazni egy fesztiválnál, mondjuk 45 ezer ember fordul meg pár nap alatt egy helyszínen, de mégis családias. Egy kicsit maradt helyi, maradt fehérvári. Egyébként szerintem ez Tóniéknak és az általa vezetett csapatnak köszönhető nagyban. Ők álmodták meg, és 25 éve végzik, sőt, hát ugye tudjuk, az elmúlt két évben nem lehetett tartani, tehát valójában lesz több is, de ez a 25. Fezen. Úgyhogy mit is kívánhatnánk, mint boldog születésnapot a Fezennek, mindenkinek, aki ebben a 25 évben itt járt a Fezenen, vagy aki éppen most itt van a Fezenen, vagy aki itt lesz a következő 25 évben. 25 évvel ezelőtt a Vidán Park régi színpadán kezdődött minden. Azóta sok minden változott, de a cél az semennyire sem. A Fezen főszervezője azt mondja büszke arra, hogy szinte a kert végéből élvezhetjük Alice Cooper vagy éppen a Prodigy zenéjét. A legnagyobb eredménynek Kovács Antal azonban mégsem ezt tartja, hanem azt, hogy aki korábban itt fesztiválozott, az most már a gyermekével vagy az unokájával mulat ugyanitt. Sok emlék van nyilván, hát 25 év az azért egy rendkívül nagy idő. Talán az a legszívmelengetőbb az egészben, hogy most is így már a negyedik napja járja az ember nyilván a területet, és hát egy csomó régi arccal találkozik, aki már a gyerekét vagy esetleg az unokáját hozza a nyakába. Ilyenkor azért úgy érzi az ember nyilván, hogy volt értelme. Meg hát pont szoktuk beszélni ugye a kollégákkal, hogy az, hogy így Fehérváron a kert végében van mondjuk Alice Cooper, vagy ma este Nightwish, vagy Prodigy, vagy az, hogy ennek azért örülünk. Tehát, hogy talán azért sikerült valami nyomot hagyni így, ha más nem a városban. Az egyik legnagyobb durranás a szombat este folyamán a Nightwish fellépése volt. Talán túlzás nélkül állíthatom, sok-sok ezren vártak arra, hogy láthassák a zenekart Székesfehérváron. A születésnapi bulira a koronát a Scooter fergeteges partija tette fel. A hardcore mesterének óriási bulija méltó zárása volt a jubileumi fesztiválnak. Hogy lesz-e jövőre 26. fesztivál, arra egyértelmű és biztos választ egyelőre senki sem tud adni. A szándék a szervezők és a város részéről azonban garantált, a közönség részéről pedig láthatóan vitathatatlan az igény.